Hatalmas mennyiség fogyott halból és húsból karácsony előtt, de szaloncukorból is a járvány előtti mennyiséget adták el. Az ajándék vásárlási roham sem csökkent, volt olyan elektronikai üzlet, ahol akkora sor alakult ki, amelyet még járvány előtt sem tapasztaltak. Az ünnep után újabb roham jöhet, mert sokan visszacserélnék azt az ajándékot, aminek nem jó a mérete, vagy egyszerűen nem tetszik. Nem tetszik, nem jó a méret, kettőt kaptam belőle. Többen ezért jöttek ebbe a siófoki hipermarketbe. Aki nem akarja megtartani a karácsonyi ajándékot, ezekben a napokban próbálja meg kicserélni egy másikra. Igyekszem körültekinteni, a blokkokat azokra most már figyelek, azért előfordult régebben malőr. Az elektronikai cuccokat nem szoktam kipróbálni a boltban, de van blokk, van jótállás, azért ha baj van, akkor vissza lehet vinni. A karácsony előtti napokban hatalmas roham volt az ajándékokért. Volt olyan elektronikai üzlet, ahol akkora sor alakult ki, amilyet még a járvány előtt sem tapasztaltak. A héten ismét tömeg lehet az üzletekben. Főleg a ruhaboltok előtt alakulhatnak ki nagy sorok. Ha valaki egy hibátlan, sértetlen ajándékot vitt vissza, mert kettőt kapott, azt eddig is kicserélték, ma is ki fogják cserélni. Az üzletben vásárolt hibátlan terméket nem köteles kicserélni a kereskedő, de a boltok többsége vállalja, magyarázta a Kereskedelmi Szövetség főtitkára az M1-en. Vámos György azt mondta, a cseréhez kell a nyugta és az, hogy a termék hibátlan legyen. Ha a minőséggel baj van, akkor a jótállási jegyre is szükség lesz. Az interneten vásárolt termékeket például 14 napon belül indok nélkül vissza lehet küldeni a kereskedőnek, aki köteles visszautalni a pénzt. Arra, hogy pontosan mekkora forgalmat bonyolította a kiskereskedelem idén karácsonykor, egyelőre nincs pontos adat, de a szövetség előrejelzése szerint a járvány előtti szintet is meghaladhatja. Az eddig megismert időszakban késő őszi hónapokig 5-6%-kal bővült volumenben a kiskereskedelmi forgalom, és úgy tapasztaltuk, hogy az ezüst hétvége után megindult egy felfutás. Az arany hétvége nagyon erős volt, és utána még volt a naptár jó voltából 4,5 napunk vásárolni. A legtöbb üzlet kicsi és nagy, nagyon erős forgalomról számolt be. A legtöbb boltban már elkezdődött az évvégi leárazás. 10-20, de akár még ennél nagyobb kedvezményeket is kínálnak egyes termékekre. Ez és a szilveszteri költések pedig tovább pörgethetik a kiskereskedelmet.